Mire várunk, Feri? A mesterre. Kinyitja az autót, amiben bezártuk a kulcsot. Ennek meg kellett, Péterre, hogy hozzá. Meg kellett történni ennek. Muchas gracias! Sziasztok! Imi vagyok, ez itt az Unlimited, és a kosztarikai epizódunk következő részében megnézzünk egy kakaó ültetvényt. Megnézzük magát a kakaó babot, meg is kóstoljuk nyersen, aztán csinálunk belőle bombont, illetve forró csokit. Fizetőeszköz, afrodiziákum, rituálé kellék és a kiváltságosok desszertje. Ez mind a kakaó, különböző formáiban. Egyes leletek szerint már időszámításunk előtt 450-ben fogyasztották a mezoamerikai népek, a hétköznapi ember viszont az azték kultúrához köti, nem véletlen. A korabeli feljegyzések ugyanis azt mondják, hogy a kakaóbab Quetzalcoatl a tudás és tanulás istenének ajándéka az emberiség számára. Mi egy ligetes kialakítású ültetvényen voltunk, ahol a fák árnyékot és fényt is kapnak egyszerre. Az árnyékolást a vörös banánt termő fák végzik, de van egy másik fontos feladatuk is. Segítik a kakaófák beporzását. Ugyanis a vörös banán fákat egy olyan légy látogatja, ami szívesen átszáll a kakaófán lévő virágokra. Egy kakaófán egyébként körülbelül 700 virág van, nem csak az ágakon, hanem a törzsön is. Virágzáskor a legyeknek 48 órájuk van, hogy cselekedjenek. A sikeres beporzás után 6-7 hónap, míg a kakaófa termése érett lesz, amit közben védeni kell a kártevőktől. Na, jöjjön egy kis matek, hogy világos legyen, miért drága a minőségi, sok kakaót tartalmazó csoki. Kerekítve mondom a számokat, a lényeg az arányok, ami elég beszédes. Egy kakaótermés körülbelül 40 dekás, átlagban 40 szem kakaóbab van benne. 10 ilyen termés kakaóbabjából lesz körülbelül 400 g kakaó. Egy fa átlagosan 30-40 termést hoz egy évben, szóval nagyjából 1 kg kakaó lesz egy fáról egy évben. Egy fa 50 évig él, de az első 4-5 évében nem hoz termést. Ha a fa jó kezekben van, akkor a következő 25-30 évében lesz aktív. Szóval egy fa a 25-30 aktív éve alatt összesen 25-30 kiló kakaót ad és kifújt. A kakaó fa és termés is igen kényes, szóval jó szakemberekre, körültekintő munkásokra van szükség a minőségi kakaó előállításához. Na, nézzük, hogy készül a csoki. Kiszedik a termésből a kakaóbabot, amit akkor még ilyen fehér trutyi borít. Ezt kupacokba vagy hordóba rakják, lefedik, és jön a fermentációs fázis. A fehér trutyiban rengeteg a cukor, szóval az egész elkezd erjedni. A fermentáció után jön néhány nap szárítás, ami történhet a napon, vagy szárítósátorban. Aztán megpörkölik a kiszárított kakaóbabot, durvára örlik, és végül konsírozzák az őrleményt. A konsírozás egy 24-48 órás folyamat, mikor is kvázi malomkövek között őrlik tovább a durva kakaó őrleményt. A folyamatos surlódásnak köszönhetően közel 40 fokosra melegszik a cucc, pusztán a fizika törvényeinek hatására. Így kapjuk a kakaómasszát. Azért látjuk folyékonynak, mert a konsírozás hatására az őrlemény a mikronos szemcse méret tartományba kerül. Egyszerűen fogalmazva, atomjaira zúzódik a kakaó. Aztán jön a temperálás, azaz a kakaó massza felmelegítése és visszahűtése. Így kapunk szép, egyenletes textúrájú, roppanós csokit. Aki evett már nagyon sötét csokit, az tudja, hogy a kakaó igazából keserű, ezért cukorral lazítják. A 100%-os kakaó 100%-os konsírozott kakaót jelent. A 90%-os kakaó 90%-nyi konsírozott kakaó plusz 10%-nyi cukor keveréke. A 80%-os kakaó 80-20 arányú keverék, és így tovább. Ezek függvényében érdemes megnézni, hogy a tejcsokiban mennyi a kakaó, illetve a fehér csoki megnevezés mekkora hazugság. A kakaó származási helyét tekintve egyáltalán nem kuriózum, hogy olyan egzotikusnak számító fűszerekkel ízesítik a csokit vagy a kakaóitalt, mint a chili,
a kardamom vagy a só. Ahogy a kávészüretes résznél, itt is igyekeztem bemutatni és levezetni, hogy a termelés és a feldolgozás mennyi munkával jár. Így talán érthető, hogy miért van akkora különbség egy tábla tejcsoki és egy tábla normál kakaó ára között. A szakértelmet, a kétkezi munkát és a felhasznált kakaó mennyiségét meg kell fizetni. Ha tetszett ez a beszámoló, nézd meg a többi Costa Ricáról szóló epizódot is. A csatornán találsz még egy csomó podcast beszélgetést és gaming tartalmat. Iratkozz fel! Köszönöm!